Kukszi! Jön a kokó is velünk. Jaj, de jó lesz. Meglátogatjuk a többi kutyát. Ezek még itt mindig száradnak. Nézd meg az ablakokat! Nézzél csak erre fele! Ide is! Nézd meg! Milyen tisztaság van! Ez már ráhullott valami, nézd oda kívülről! Ez a külső szélvédőre. Na, Kukszi, mehetünk? Készen vagy az útra? Hm? Igen, indulunk. Jó van, megnézed a haverjaidat most. Egyen meg a szívedet, de szép vagy. 9-es, 20 cent. Na, mondjad, erre nem ment rá az eleje. És minden nap 20 centet fog fölmenni a benzinára, azért borzasztó. 3,99, de egy dollár volt reggel. Múlt héten 40 centet ment föl a héten. Minden nap ment egy kicsit, összesen 40 cent. Mondom, fölviszik. Ma reggel 3,99 volt, most jövök haza, 8 órában. Fölfogják vinni 5 dollárra. 4,19, 20 centet. Fölfogják vinni 5. Egy nap alatt 20 cent. Mikor? Egyszer volt már 5 dollár. Mi az? Miért volt akkor? Akkor volt a nagy gazdasági válság, ugye? Ja, 2007-2008. Akkor befölmet 5 dollárra. 2008 körül. Na ezt a nép nem fogja hagyni szerintem sokáig, mert akkor is belázadtak, emlékszel rá? Azt mondták, hogy mi a kurva anyádok. És ha mindenkinek ez a nagy kocsia van, hát arra fogunk dolgozni, hogy benzint tegyünk a kocsiba, hogy elmehessünk dolgozni. Figyelj ide, Európában már ez van. Ez egy... Sok helyen. Vagy nem fogják tudni használni a kocsit, mert olyan drága lesz. Akkor hozták be azokat a smartokat, azokat a kis picsa kocsikat, yeah. Tudod? Oh, I'm sorry. Photo and force. Csúnyan beszéltem. Itt vigyázni kell egy, ott már villant is. Itt lelőnek, mint a szart. Hát ott 4,19, ott van. Itt, nem látom innen. Ja, itt már nagyon lőnek a lámpánál. Hol van? Ott van a villantyú. Itt a kamera, látjátok azt a fehért? Az csinálja a képeket. És bassza meg, az emberek azt hiszik, hogy csak kamu az egész. Hát nem kamu. Mert kiküldik. Nekem is kiküldték. Mennyi volt? 162. Ugye? És miért? Mert nem álltam meg. Jobbra kanyarodással nem álltam meg, rendesen, csak lelassítottam. Ennyi. Holott jobbra kanyarodhatsz piroson, nem tudja a törvény, de nem álltál meg előtte. Ha jön valami, ha nem, meg kell állni, úgyhogy megállsz, és utána ha elindulsz, akkor nem fotóz le. Honnan az anya picsájából tudja? Piroson lehet kanyarodni jobbra, csak akkor meg kell. Na de honnan tudja, hogy én nem álltam meg? Érzékeli? Ja. Ha? Hát csinálja a videót, és akkor amikor érzékeli, hogy nem állsz meg, akkor beadja a képet. Szemétláda. Semmi bajt nem csinálsz vele. A gyerekek, megyünk a húgomhoz. Hát nem tudom, hogy ha ő beleegyezik, akkor föl lesz rakva a videó. Ha nem, hát akkor fölöslegesen filmeztem eddig is. Tudjátok, milyen szép, egy kis village, egy kis falu. Nyugalom, itt nem lehet gyereked. Úgy értem, hogy gyereked, hogy hát gyerek. Ott a makka. Macska az ablakban. Macskú. Macskát, kutyát lehet, de a kutya is csak egy megadott méretig. Ja. Ugye? Megvan hány pand.
tehát ilyen... Itt mindenki ismeri egymást, nézzek, ilyen szép. Eladják a nagy házaikat, és akkor letelepszenek ilyen helyre. De már ott van, ez lassan, megint csak egy amerikai életforma. Lassan ott van, hogy ezek a nagyobb házak körülbelül annyiba kerülnek, hát, mint a mi házunk. Hát nézd meg, milyen minőségiek. Mi házunk. Na, és megérkeztünk a húgomhoz. Itt van a botanikus kertje. Aztán majd meglátom, hogy hogyan alakul a dolog, hogy engedi-e azt, hogy levegyük. És ha igen, akkor majd leveszük ezt a rengeteg sok növényt. Oké? Okay. Itt a húgom kocsia. Nézzétek a rendszámot? Egyéni rendszáma van, mókuska. Hello! Just wait until... Kipisáld be! Megy a kamera, Mari! Yeah. Meg a kokó is. Meg a kokó is itt van. Mi újság? Kész a kaja? Kész a kaja? Szakad rólam a víz. Na. Ez a bogárkát! Hey, Bogi! Bogi! Akoki! Oh my goodness! Bogi, megfiatalod! Mari, mehet a filmezés? Nyugodtan! Nyugodtan! I jó. Just put my hair up because I'm so hot! Who's that, baba? Who is that? Gyere, Koko! Bogi, ne menj el! Bogi, get back in here! Figyeld a Nikit asztal alatt! Oké, a steak pont kész! Oké, kész a víz vagyok! Hi! Gyere, ezt csukd be! Hát én is! Oh God! Na, én most jöttem haza melóba! Yeah. Hi! Hogy vagy? It's like... Oké! Okay. Na, kialudtam magam, 5 kokettem fel! Jó neked! 48... El tudnék aludni állva! 48 órát dolgoztam! Oh my God! Szombat reggel, 7-től... Szerintem 24 lesz csak! De 2 lett a vége! Mondd rá, ha nem titok, hogy mivel foglalkozol? A ápoló. Ápoló nő. Privát. Magánúton. Magán ápolója. Ja. Ja. Gyere, Niki! Na, mit csináltál? Hagyd, úgy de jó illatom. Itt a steak. Wow! T-bone! T-bone steak. Steak, gyerekek. Hát... Ez egy kicsit megsüt. Jó az. És akkor bent van a többi, gyertek. Jó, jó, jó. Gyertek, mert éhes. Megyünk. Én is. Mindenki éhes. Igen. Na, hát így nagy vonalakban, csak így előreget. Nézzetek oda a pontosságot? 6 órakor érkeztünk meg. Ahogy mondtuk. Hát, itt van növény, basszá. Nézd oda, Marani. Na, majd kijövünk, aztán. Majd mutatom részleteibe is. Megyünk befele edni. Ha? Igen? Hát, elárulhatok annyit húgomról, hogy hát egyedül él. Ja. Megözvegyült, sajnos. Férje meghalt. Oh my God. Aztán, hát úgy döntött, hogy eladja a régi házát. És... Eladta, és hát annak egy részéből vette ezt a mobilt. Igen. És hát így egymagának ez... 8 éve most. 8 éve. Ugye Tibor elment. 8 éve vettem. És akkor így... Ugye ő itt egymagában van. Már újabb párkapcsolatra nem törekszik. És hát így... Vettem magamnak is. Jó. Jó, van már. Éles bárd. Ez igen. Oh. Oké, hát ez a birthday dinner, oké? És hát így berendezkedett. Inni? Jajajaj. Kicsit olcsóbb így neki. Na, valami a coolerünkben. De elfér. Ja, hát ja, van 3 kiskutyája. Oh. Ja, megnyírtam őket, mert nagyon össze voltak már. De jó. És akkor ott arra befele, ugye oda brebbek, ott van a hálószoba bent. Nyugodtan meg itt van WC. WC, fürdőszoba, ez itt a konyha részleg. Hát bizony nagy lakókocsiba lennél. Hát be van jó zsúfolva, ez az igazság. Hát, nincs túl nagy hely, de egy embernek, gyerekek, ez bőven elég. Itt a ház az ő tulajdona. A föld, amin van, az még meg bérletet fizet. De lényegesen kevesebbet, mint hogyha, mit tudom, hogy most egy saját háza lenne, és akkor az összes adót mindössze kellene, hogy fizessen. Oké. Hány pont? Na, együnk, gyerekek. Együnk, mert ott a hűtő kívül... Mutatom a kaját, jó? Ja. Hol vannak a kutyák?
Hát a Sophie itt van. Sophie hol van? Alszik? Ez a párnája. Na itt a Sophie. A Sophie-kám. A párnája itt, igen, kisböcök jön neki. My little girl, yes. Hát most már 14 éves ez 14. is. Hi, Coco. A Bogi? És a Bogi az mögötted van, a Niki meg elmondta. Ő most... Ja, itt van ő is. Már a Niki bejött? Hát igazság, hogy... I don't know. Inkább nem adottam. A Bogi már 15 lesz. 15, de nagyon betegeskedik. Valahol láttam, de... Ó, Niki az asztal alatt van. Hozott a Évinek így gyógyszereket. 14 pan. És up erre a hátfátra. Or under. És hol van a picike? Itt van az asztal alatt. És itt van ő a kedvenc. Ő a kedvenc. Már láttátok régen. Na gyere, együnk, na, jó? Na mondd el, mi a kaja? Oké, okay, ez birkasült. Birkasült. Csak le kell venni az acskot. 5-től 14. Mm. 5-től 14. Oké, okay, akkor a két kutyára jó ez lesz. Itt micsoda? 5-től 14. Na, Niki, négy. Ez ilyen töltött valami? Ez tészta. Tészta? Megfőztem a tésztát. Na, tálaljál, légy szíves. Hú, várjál, meg kell egy kiszedőt. Ja, ja. És... Tálaljál meg, légy szíves. Megtöltöttem túróval, meg fűszerekkel. Ó, tudom, egy kagyló tészta? Igen. Hmm. Darált hús, túró? No, nincs benne hús. Ah, nincs hús. Meleg. Egyébként Mari ugyanolyan jó főz, mint hát most mondjam azt, hogy én. Na várja, ilyenek látod? Nem mondom, hogy én. Mari nagyon jó főz. Ja, én meg szeretem is főzni. Szeret is, meg erre, ugyanúgy, mint na, én. Na meg raktam rá egy kis szósz. Szeret enni is. Miért ilyen erős ez? Ilyet van még egy. Uh-huh. Szeret enni is a húgom. Igen. Ugyanúgy, mint én. Meg is látszik rajtunk, de hát baszmi irányban. Ez van, és akkor itt van a ugyanaz, szabad szájú, mint én. T-bone steak. Elvégre testvérek vagyunk. De Éva, ez erős egy kicsit. Erős? Uh-huh. Ez a te helyed. Na hát annyira nem lehet azon erős, na most, amit megnyaltam a kezem. Ne tudná megenni. Na és izé. Annyira erős. Lehet, hogy a fűszer. Látod, és akkor megtöltöttem, uh-huh. És akkor beraktam a sütőbe. Most vettem ki, mert... Megnézem milyen. De vigyel, mert meleg. Jó. Vagy én megmondom, hogy a Évinek erős, vagy nem. Hát, ami neked nem erős, az lehet, hogy nekem na. Erős, de majd meglátom. Egyelőre forró. Nem tudod, miért erős, Éva? Azért mondom, már nem raktam rá. Nem erős. Nem erős. Ez nem, erős. Nem. Jani, ez erős, mert levettem a húsról, és egy erős paprika volt benne. Na milyen, jó? Nagyon finom. Olaszos. Ugye? Oh, olasz. Olasz. Olyan, érzem a bézigot. Nagyon jó. Oh. Na, én arra birkasültre vagyok kíváncsi. Oh. A steak az látom, hogy jó. Medium rare, ugye? Medium? Igen. Medium. Az öt nagyon perc. Ez itt. Rozmaring? Igen. Itt a paprika erős az egyik. Rozmaringos, Vili Valagamba. Járját a picsádat a nagy lófasz. Oh, no. Ez szép volt? No, nem szabad ilyen. Ez a kedves lófasz. Ja, benn voltam 48 órát, Szaraszotában voltam. Uh-huh. És most reggel jöttem haza. Hát mondom, akkor lefekszek. Az a spárga, az mi a fasznak? Mi van rajta az? Hogy összefogja, mert nincs benne csont. Oh. Okay. Én azt végig leszoktam venni. Én így sütöm meg, hogy egyben maradjon. Oh. Remélem, jó. Jó néz ki, egyelőre. Azt mondja a Mari, hogy vágjam. Ide néz? Nem kell ezt vágni. Ide néz. Nem lehet. Várjál. Hát szedjetek ti is. Én ezt a kicsit ide rakom. Igen. Jaj. Ja, vettem egy ilyen bárdot magamnak. Nem kell, is. Mari, hát minek? Ez esik szélje annyira puha. Uh-huh. Na, mert azt csináltam, hazajöttem. És jó, beraktam. Kis birkas volt. Derégettem birkas sültet. Na, és akkor a steaket is egyet. Steakból is vágunk. És íze? Gesundheit. Lehet, hogy kell rá a só, oké?
Na most szedjetek répát is, krumplit is. Érzem. Na milyen? A karkor. Jó? Hogy egy fejtősz, ha? Finom? De nagyon finom. Kokó. Na, húgomnak az ajándéka, gyerekek. Two in one, kettő az egyben. Itt is akkor egy serpenyő is van. A serpenyő akkor is, tudsz, az öntvény. Nehéz. Nagyon nehéz, ugye? Yeah. Cast iron. Wow, hát nagyon szép, köszönöm szépen. Szívesen. Majd tudom használni az ilyesmit. Várjál, hozom a kocsit. Köszi. Látod itten? Aha. Ez már nem soká ki fog nyílni. Ez itt micsoda? Ez a jade plant. No, ez a... Jade. Ez az a kaktusz, amit ti vettetek nekem. Jade. Hát gyerekek. A jade. Az a helyzet. Sajnálattal veszem észre. Tudod, milyen drága? Hogy? De kezd besözétedni. Jaj. Úgyhogy... Mi ez a... Túl sok minden nem fogtok tudni látni. Majd legközelebb talán több szerencsénk lesz. Gyere, Babi! Azért úgy végig megyek. Amit a beszélne! Itt talán a kamerának a fényje... Fény, ahonnan kívülről, ja. A fényérzékenysége azért elég jó. Ez mi az a nagy ez itt? Gloriotta. Micsoda? Ez valami... Figyelj, fogd meg a kokot, nehogy kijöjjön. Hát kijöhet, mert lehet pisilt. Ha? Oké. Okay. Ja, csak a többit nem merizél. Itt a húgomnak a békája. Ja, abba is orridea van ültetve. Az a lila, az most nyílik. Ó, várja valamit. Na, meg az az igazság, hogy minden vissza lett. Minden van. Akkor itt van a veteményes kertem, látod, a paradicsom. Ezek is itt. A baby, why? Ez melyik volt? Bogi? Nézd meg, már jönnek a paprika magok. Ez mi ez? Ez itt, ez a zöld. Sheffler. És ez? Ennek nem tudom a nevét. Ez fa lesz. Fa. Fa lesz, ja. Fa lesz, kész. Én azt hittem... Az a neve, hogy fa lesz. Ez fenyő, ezt tudjuk. Ezt még én is tudom. Ez a desert rózsa, ez majd nyílik nem sokat ne? Megint. Hát most kezdenek minden nyílni. Nézd meg ott a Évánál filmezed, az már teljesen ki van nyílva ott. Ez a sárga, az micsoda? Petúnia. Petúnia. Ó, meg fölötöztettem a bébnek a libáját. Tudod, a zöld napra, Éva? Lesz szép nagyon. Van oldalt is. Itt van a liba is. Anyu, hallod? Liba is van. Ja. Kaktuszok, gyerekek. Ezt azt mondják, hogy... Mindenből van egy kicsi. Vulkáni kőzet. Vagyis lába. Majd tudok? Itt egy pók. Ezek a csöngők. A fúj a szél, itt zene van. Zenebona. Lózi várta ki elől, azt mondom, ne dobd el. Körbe van ültetve a házikó. Ja. Teljesen. Most adtam neki megint kávét, végre elítékes, hogy sok mindent én lesz. Adtam neki megint kávét, látod? Mm-hmm. Desert rózsa. Ja. Érdekes, ügyes rá, gyerekek? Érdekes. Látod, ezt már megint le kell festeni. Aha. Melyik a sivatagi rózsa? Az, ami virágzik, az. Azaz. Azt hittem, hogy a Kabul rózsája. Mert az most az a zöld, ilyen van otthon is, ez a húsvéti. Mi nem mondja? Lili? Uh-huh. Van egy olyan is Magyarországon. Ezt nem tudom, micsoda, de ez Kabul rózsája. Marha nagy lett. Tudod, mekkora volt, Éva? Mindenki kérdezi, micsoda. Mondom, nem tudom, láttam ezt a... Tudtam a nevét ennek. És csak Jani, gyere közel. Láttam ezt a cicás izét rajta. Ja, ja, ja. Ez reggel kinyílik, na. Estére el. Most ha Mari akarná, akkor ez a telek itt még mindig az övé. A fáig, ja. Eddig, a fáig, eddig. Tehát ide még nyugodtan tudna bővíteni. Ez a határ. Ez a mezsgye.
Hát gyerekek, ilyen is van. Mindegy, nem látom, hogy csöpör a ér vagy. Hát meg ilyen is van, látjátok? Olyan is van. Azok már kicsit komolyabb pénzek. Ez hasonló, mint a gumi. Hasonló. Eléred a 60 évet, és nyugdíjazzak akkor téged. Régen volt a 60 év. Most már 66 és fél. És csönd van. Csend van, nyugalom. Van egy központi helység, ott van úszómedence, szauna, minden. Hát, ez is egy életmód. Mi? És ilyen lakótelep, hát ha itt nincs Floridában ezer, akkor egy se. Gyere, ugye? Nézd meg itt is. Akkor egy sincs. Már elgerődtem, mert ültettem. Ez a izé, olajbogyófa, de még nincs rajta. Ja. Akkor itt már beütettem a izét, a fokhagymámat. Hát te vagy itt ezekkel, szépen. Hát jó. Ja. Csak most minden vissza van vágva. Látod, ez is nyílik. Mikor ide jöttél, nem volt semmi. Nem. Üres volt. Nem volt. Akkor ez az azélia. Itt szereti a növényeket. Jani, és csak az azélia. Aha. Akkor ezt az öregasszonynak vettem. Tüskés, nagyon nem. Nem szeretem. Azélia. A gyerekek így ennyi. Majd megírjátok, mennyire tetszett, vagy hogy ti is vállalnátok ezt, hogy elértek egy kort, és akkor hát így. Az az igazság. Ezt mondják, hogy kollektív halálváró. Sokan leköltöznek, tudod? Ez a izé. Sokan. Sok ez északi. Ananász. Lejönnek ide, mert itt legjobb megöregedni, ugye, igazából. Ugye itt mindig jó az idő. Majdnem gyakorlatilag, és hát csönd van, jó a levegő, és akkor így el lehet lenni. Gyere, itt jó, gyerekek, ennyit. Ennyi volt a húgomnak a látogatásáról a tudósítás. Köszönöm, hogy végignéztétek. Jani.